Köszönöm szépen. Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai előadásban mély és veszélyes vizekre fogunk evezni. Az iszlámról van szó, az iszlám tevékenységről, veszélyeiről. És az előadás címe, ahogy mindenki olvasta, remélem, az iszlám fogalmak és törekvések. Mi ezek a fogalmak, és mire törekszik az iszlám? Röviden szólva, az iszlám rendkívüli primitív vallás, és itt van az ereje az iszlám vallásnak, és a sikere is. A sikere titka, hogy rendkívüli észszerű vallás, nincs benne bonyolult dogmák, mint a kereszténység, és ezeket fogunk ma taglalni, ezeket a dogmákat, ami a kereszténységben van, ami nagyon nehezek, az átlag keresztény ember számára érthetetlen. Ennek ellenére, hogy hiszi benne, de ha beszél róla, akkor általában az érthetetlenség első benyomás, amit lehet következtetni ebből, például a Szent Háromság. Hogyan lehet, hogy egy ember testesült benne ezt az Atya, és ő a Fiú, és ő benne is a Szent Lélek. Vagy olyan fontos keresztény dogma, mint a megváltás, hogy Isten megváltotta a világot ezzel, hogy elaldozta egyetlen fiát, miértünk. Az átlag keresztény embernek ez nehéz felfogni. Nehéz felfogni. És a muzulmánok, legalább a muzulmán teológus, visszaélnek ezzel, kritizálnak ezeket a dogmákat sikeresen, és logikusan, és okosan. Közben a keresztény egyházak és a keresztény teológusok nem válaszolnak erre a támadásra, vagy erre a feltevésekre. Na most, az iszlám, az ellentétek az iszlám és a kereszténység között általában előadásaimban szoktam leszögezni ezeket néhány axiómában. És szeretnék mondani önöknek ezeket az axiómákat. És ez elég érdekesek axiómák, ezért próbáltam összebréselni az ellentétek a két vallás között. De szeretnék figyelmeztetni mindenki, hogy szeretnék hívni a figyelmét erre, hogy az iszlám, amely ebben az axiómákban nem a jelenlegi iszlám. Az iszlám, amikor a 7. század elején megjelent, 610, amikor Mohammed proféta kijelentette, hogy ó, Isten küldötte és kezdett hirdetni ezt a vallást, olyan értékeket és olyan fogalmakat hozta elő, ami nagyon, nagyon mélyek és pozitívek. De lásson csodát, 10 év múlva ugyanaz az ember, Mohammed proféta, 180 fordulat csinált, és olyan átváltozás történt neki, mint a személyiség, az iszlámnek, mint a hitrendszer, hogy megdöbbent.
Csak ezért hívni önök figyelmét, szerettem volna hívni figyelmét, hogy ezek az iszlám, ami ebben az axiomákban nem jelenleg iszlám. Az iszlám ebben az axiomákban elég mély, elég pozitív és elég meggyőző. Ellentétek az iszlám és a kereszténység között néhány axióma van. A kereszténység ezt mondja, az abszolút megnyilvánulása, az Isten megtestesülése Jézusban volt. Az iszlám ezt mondja, az abszolút korlátozása, Isten megnyilvánulása Jézusban volt. A kereszténység ezt mondja, szenteltessétek még a neve. Az iszlám ezt mondja, rejtsétek el a szent neve. A kereszténység ezt mondja, Isten jutalma az örök lét. Az iszlám ezt mondja, az Isten jutalma felülmúlni a létet. A kereszténység ezt mondja, a Mesiás eljövetele a világban zajlik. Az iszlám ezt mondja, a Mesiás eljövetele a szívekben lesz. A kereszténység ezt mondja, nem csak kenyérrel él az ember. Az iszlám ezt mondja, ez nem vigasztalás az éhezőknek. A kereszténység ezt mondja, hol áll, hol a te diabolod. Az iszlám ezt mondja, a hol áll léte maga a diabolod. A kereszténység ezt mondja, éli, éli, láma sabaktani, Istenem, Istenem, miért hagytad el engem? Az iszlám ezt mondja, hogyan hagyja el önmagát az Úr Isten. A kereszténység ezt mondja, a változás a léttörvénye. Az iszlám ezt mondja, ami változik, az déli bár. A kereszténység ezt mondja, bánom nosztorom kótyegyánom, de nógus hudjé. Minden nagy kenőrünket ad meg nekünk ma. Az iszlám ezt mondja, a felejtést ad meg nekünk ma. A kereszténység ezt mondja, hagyj, hogy a halottak temessék el a halottaikat. Az iszlám ezt mondja, hagy, hogy a halottak folytassák az álmaikat. A kereszténység ezt mondja, memento mori, emlékezz a halálra. Az iszlám ezt mondja, a halál a felejtésről gondoskodik. A kereszténység ezt mondja, a lép, a mennyek útja. Az iszlám ezt mondja, a lét szerencsétlenség, rém áll. A kereszténység ezt mondja, sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége. Az iszlám ezt mondja, így múlik el, ami nem volt. A kereszténység ezt mondja, nil novum sob sola, nincs új a nap alatt. Az iszlám ezt mondja, az új megnyilvánulása titokban zajlik. A kereszténység ezt mondja, Isten feláldozta egyetlen fiát,
Miért az iszlám ezt mondja? A feltámadás megkérdőjelezi az áldozatot. A kereszténység ezt mondja, az Úr betoltja a szádat nevetéssel. Az iszlám ezt mondja, a nevetés megölje a szívedet. A dahiku yumitul qalb. A kereszténység ezt mondja, minden lemondás kis halál. Az iszlám ezt mondja, minden lemondás kis szabadság. A kereszténység ezt mondja, az Úr adta, az Úr elvette. Az iszlám ezt mondja, csak a kalmárok tesznek így. A kereszténység ezt mondja, légy tökéletes, miként az Úr a mennyekben. Az iszlám ezt mondja, a tökéletesség a bolondok álma. A kereszténység ezt mondja, aki hozzám jön, az az én gyermeke. Az iszlám ezt mondja, a hozzám vezető út megtévesztő. A kereszténység ezt mondja, gyertek hozzám, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugtatlak benneteket. Az iszlám ezt mondja, csak a halál mondhatja ezt. A kereszténység ezt mondja, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az iszlám ezt mondja, de hol kezdődik a Fiú és hol kezdődik a Szentlélek? A kereszténység ezt mondja, szeres az ellenséget. Szeres az ellenséget. Az iszlám ezt mondja, ha szeretem, akkor miért így nevezem? A kereszténység ezt mondja, adni és elfelejteni. Az iszlám ezt mondja, a felejtés, az emlékezés vágya. A kereszténység ezt mondja, ne nos indokas in tentatione, ne vigy minket a kísértésbe. Az iszlám ezt mondja, a kísértés az Isten rejtett neve. A kereszténység ezt mondja, légy egyenes, mint a mennyek útja. Az iszlám ezt mondja, minden görbe, csak a bűn egyenes. A kereszténység ezt mondja, válasz az Istent, semmi más. Az iszlám ezt mondja, a választás a tévedések forrása. A választás a sátánhoz vezet. A kereszténység ezt mondja, a szenvedés a tévedések ára. Az iszlám ezt mondja, a szenvedés álcázott kegyelem. A kereszténység ezt mondja, a legmagasabb érték, a szeretet és a megbocsájtás. Az iszlám ezt mondja, a legmagasabb érték az igazságosság. A kereszténység ezt mondja, a születés olyan esemény, amelyet a halál megszüntett. Az iszlám ezt mondja, a születés olyan álom, amelyet a halál felébreszt. A kereszténység ezt mondja, mindjárt meghalsz. Az iszlám ezt mondja, mindjárt felébredsz. A kereszténység ezt mondja, boldogok,
E békességre igyet fog? Az iszlám ezt mondja, zsihelt, zsihelt. E kereszténység ezt mondja, Isten gyermekei vagyunk. Ez az iszlám ezt mondja, Isten rabszolgái vagyunk. Ábídullah. E kereszténység ezt mondja, enyém, e szent a háromság. Az iszlám ezt mondja, enyém, e szenti gyűlölet, al-karahiyya al-muqaddasa. E kereszténység ezt mondja, hiszek, mert lehetetlen. Credo quia absurdo. Az iszlám ezt mondja, az abszurditás megsemmisíti a hitet. E kereszténység ezt mondja, Isten végtelenül szép. Isten végtelenül szép. Az iszlám ezt mondja, ami szép, az nem igaz. E kereszténység ezt mondja, keresd az Istent, keresd. Az iszlám ezt mondja, óvakod az Istentől, óvakod. E kereszténység ezt mondja, Istentől ne félj. Istentől ne félj. Az iszlám ezt mondja, Istenhez ne közeledj. E kereszténység ezt mondja, a halál felülírja az életet, de nem győzi le, a halál felülírja az életet, de nem győzi le. Az iszlám ezt mondja, az élet és a halál nem fognak össze. E kereszténység ezt mondja, legyen világosság. Legyen világosság. Az iszlám ezt mondja, e fény megvakítja a lelket, e sötétségben megnyílik a lélek kapura. E kereszténység ezt mondja, Isten teremtette a világot. Isten teremtette a világot. Az iszlám ezt mondja, Isten birtokolja a világot. Málikul kaun. Málikul kaun. A kereszténység ezt mondja, hirdessétek az igét. Hirdessétek az igét. Az iszlám ezt mondja, emeljétek fel a kardot. A kereszténység ezt mondja, minden elmúlik. Minden véget ér. Az iszlám ezt mondja, ami véget ér, semmi értelme. A kereszténység ezt mondja, mars omnia sulfi, a halál mindent megold. Az iszlám ezt mondja, a halál fölöslegesen fáradozik. A kereszténység ezt mondja, Isten hozzád szól, még mindig hozzád szól. Az iszlám ezt mondja, utána Isten elmúlt. A kereszténység ezt mondja, létezni ennyit jelent, mint ellenmondani. Az iszlám ezt mondja, az ellenmondás feloldódik a létezésben. A kereszténység ezt mondja, Isten megváltotta a világot. Isten megváltotta a világot. Az iszlám ezt mondja, a megváltás Isten meghasadása, a megváltás Isten káromlása. A kereszténység ezt mondja, itteni létünk ideiglenes. Itteni létünk ideiglenes.
Az iszlám ezt mondja, itteni létünk nem történt. Illusion. A nászoni ámon fejzámáton tebahol. A nászoni ámon fejzámáton tebahol. A kereszténység ezt mondja, a legfontosabb motívum hogyan? Az iszlám ezt mondja, a legfontosabb motívum miért? A kereszténység ezt mondja, csak ez a miénk, amit elvesztettünk. Csak ez a miénk, amit elvesztettünk. Az iszlám ezt mondja, amit el lehet veszíteni, az az soha nem volt miénk. A kereszténység ezt mondja, én vagyok a legjobb. Én vagyok a legjobb. Az iszlám ezt mondja. Én vagyok a legjobb, és a másik rossz. A kereszténység ezt mondja, és az iszlám ezt mondja, vagy. A kereszténység ezt mondja, Isten létezik. Isten létezik. Az iszlám ezt mondja, Isten nem létezik, Isten maga a lét. A kereszténység ezt mondja, ami nem lényeges, ez nem igaz. Az iszlám ezt mondja, az igaz felülmúlja a lényeget, és a lényegtelen. A kereszténység ezt mondja, a lét utánozza magát a létezőben, és viszont. Az iszlám ezt mondja, amit lehet utánozni, az nem létezik. A kereszténység ezt mondja, a világ gonosz, az élet a sírálom völgy. Az iszlám ezt mondja, a világ se gonosz, se jóságos, az élet se szép, se sunya. A világ világ, az élet élet. A kereszténység ezt mondja, Isten benned van, Isten benned van. Az iszlám ezt mondja, ami benned van, te nem látod. A kereszténység ezt mondja, a dolgot meghatározza, miből áll össze. Az iszlám ezt mondja, a dolgot meghatározza, miből jött létre. A kereszténység ezt mondja, az igazi kérdésre nincs válasz. Az iszlám ezt mondja, a kérdés, amire nincs válasz, ez nem kérdés. A kereszténység ezt mondja, Isten keze lesújt a gonoszokra. Isten keze lesújt a gonoszokra. Az iszlám ezt mondja, gonosz emberek nincsenek. Gonosz gondolatok vannak. A kereszténység ezt mondja, egy dimita nobis, dibita nost, szikut at nost, dimitimo. És bocsásd meg vétkeinket, mikében mi is megbocsájtunk. Az iszlám ezt mondja, a megbocsájtás mindig igazságtalan. Ha valaki hallja ezeket az axiomokat, fog mondani, hogy az iszlám az fantasztikus.
Ez minden, mint a kereszténység. És jó, mint a kereszténység. Én honnan fogok áttérni az iszlámra? Én válaszolok neki, kis törem mentél. Nem olyan heves. Nem olyan heves. Az iszlám, ami ebben a axiomatban, ez nem létezik, uraim és hölgyeim. Nem létezik. Már nem létezik. És ki megsemmisítette ezt az iszlámot? És teljesen megváltoztatta maga, aki alkototta ezt. Ezt a csodálatos, ezeket a csodálatos fogalmakat, ő maga, aki megsemmisítette, és ellenkezőjének mondta, és ellenkezőjének megtette. Miről van szó? Az iszlám a 7. század elején keletkezett. 610-ben jött Muhammad ibn Abdullah, ez a neve, és kijelentette, hogy ő Isten proféta. 40 éves volt. Élt Mekkában, ez kereskedelmi város, az arab félszigeten, és központi város, a kereskedelem, és az üzlet központja volt. Muhammad kereskedő volt, illetve kiskereskedő. Igaziból ő dolgozott kereskedőnél, mint olyan kis ember, aki tett ide, tett oda, és minden megcsinált, és vitte a karavánokat az arab félszigeten, Mekkából, Jemenbe, és vissza. Ez a kereskedő néhány év múlva elhalálozott. És volt neki felesége, a neve Khadija bint Khuwaylid. És Muhammad, aki fiatal ember ebben az időben, 25 évesen, vette Khadija az özvegy feleségül. De most Khadija bint Khuwaylid ebben az időben 40 éves volt. Vagyis a különbség közöttük 15 éve volt. És ebben az időben, és 15 év múlva Muhammad kijelentette, hogy Gár Hirában, ez a Hira barlangban megjelent neki Gabriel angyal, és átadta neki ezt az üzenetet, hogy ő az arabok új profétája, és kell átadni az üzenetet. Muhammad ebben az időben született neki, attól a hölgyétől, született neki négy gyerek. És a legidősebb, ezért említem a gyerekeket, ezért a legidősebb a neve Zeynep. Ez volt a neve. És amikor Muhammad kijelentette ezt, akkor Zeynep ellenezte édesapját, és mondta, hogy nem hajlandó bemenni ebben a új vallásban, ebben a új tanításban. Egyébként a felesége, Khadija, én meggyőződésem szerint, hogy én mit, amit kutattam, állítom, hogy Khadija keresztény volt. Miből lehet következtetni ez? Mi a bizonyítékok? Ennek ellenére, hogy a muzulmánok mondanak, nem, ez muzulmán volt. Nem.
Hedvige keresztény jó. Első közvetett bizonyíték, hogy amikor meghalt, 65 évesen, akkor koporsóban tették, mint a keresztény szokás. A muzulmánoknél nálunk, amikor valaki elhalálozik, szoktunk lebbelel takarni és tenni a földbe, nem koporsóban. Nálunk az iszlámban ez stílus, betenni az ember koporsóban. Ez ellenmond az iszlám tanításának. Mondja neked, földből jöttél, és földi része leszel, akkor földön fogsz feküdni. Ami természetesen badarság, hiszen ha koborsóban lesz, akkor kis idő után fog szétmenni a koborsó, és ugyanúgy fog történni, része leszel a földnek. Ugyanaz. De ez az iszlám tanítás. Hogy neked földön kell tenni az embert, nem koborsó. Ez első közvetett bizonyíték, hogy Hedvige keresztény volt. A második közvetett bizonyíték, ez nagyon érdekes, Mohammed, amikor Hedvige volt a felesége, ő egyetlen nő, aki volt feleség. Hol alaltál, és az természetesen, ez a keresztény tanítás szerint a buligámia az bűn, ez nem szabad, nem a tudnejűség, ez bűn a kereszténység szerint. Szóval Hedvige nem fogadta el, hogy veszi második, harmadik, négy nő feleségül, és ő egyetlen felesége lett, holálik. Holála után másképp bontakozik ki. Mohammed holála után, figyeljetek, vette 9 nő feleségül, 9 nő. És volt neki több mint 14 ágyasa, rabszolga, aki szexuális életet él vele. Ami ellenmond az iszlám tanításának, de ő a proféta. Ez privilégium neki, ami neki szabad, a több muzulmánoknak nem szabad. Ami nagyon érdekes. A muzulmán teológus védekeznek ezzel, on sok védekezések fogunk említeni. A lényeg, hogy Mohammed első 10 évben Mekkában súlyosan megbukott. Nem tudta terjeszteni új tanítást, elleneztek ott, ennek ellenére, hogy Warraq ibn Nawfal, ez keresztény szerzetes, aki Hedvige nagybátyja, állt mellette, és segítette, és tanította ott, és adta neki idézeteket az Új Testamentumból és a Új Testamentumból, és tanított. Ennek ellenére ellenálltak a mekkaiak, beleértve a legnagyobb lánya Zénep és a férje. És mondtak, hogy nem hajlandóak bemenni ebben a újvallásban. És ebben a időben jött létre az a sodálatos tanítás, hogy a tanítás volt, milyen viszony az ember és Isten között. Mi a hét? Mi a értelme? Olyan dolgok, ami valóban lehet mondani róla, hogy új vallás, új táblázat, új utakat nyitott.
De Muhammed nem sikerült neki gyűjteni hívókat, és ezen kívül, a solat kívül és néhány urat kívül összesen 10 év alatt 150 ember sikerült meggyőzni az iszlámról. 150 ember összesen. És ott 622-ben kénytelen volt immigrálni Mekkából Medinába, amit nevezünk a nagy hatáskor, a nagy migráció. És rájött Muhammed, ezért okos ember volt. Rájött, hogy ha tovább folytatja ezt a tanítást, ez a szellemi tanítást, Medinában ugyanúgy a kudarc fog érni ott, hiszen ott vannak zsidók, és ott vannak keresztények. Az a fajta tanítás, ez nem jelenti nekik sok olyat. Kereszténységben és a zsidóvallásban olyan motivumunk is vannak. Akkor történt ez a metamorfózis, ez az átváltozás, ez a megdöbbentő átváltozás, hogy az iszlám, ami első 10 évben olyan volt, ez a szellemi töltet, ez teljesen eltűnt, és helyette lett a tanítás arról, dzsihád, ez a szent háború, hogyan lehet terjeszteni az iszlámot, hogyan lehet fizetni a zsizját, ez a fejadó, aki nem muzulmán, hogyan lehet harcolni az iszlámért, hogyan lehet terjeszteni az iszlámot, Dakarban, nem mint a kereszténység, hogy misszionárius módon terjeszteni, nem? Karta, hogyan lehet terjeszteni az iszlámot? Hogyan lehet imádkozni? Hányszor lehet imádkozni? Hogyan lehet bánni a feleségeddel, ami külön téma? Hogyan lehet magalazni a feleséget, ha tanúsított ellenállás, hogy valamiben egyik a Koránban, egyik vers utasítja a muzulmán férfiakat, hogy ad nekik útmutató, mit kell tenni a feleségeddel, ha kicsit. Egy kicsit hülyeskedik, vagy valami miatt kötekedik benne. Mondd ez a vers, és tényleg, ezt komolyan mondom, ez nem vicc. Az a Koránban, a Szent Biblia, a muzulmán Szent Könyvben. Mondd neked először ne beszélj meg. Ne beszélj meg, szakít az a kommunikációban. Ha mégis még mindig kötekedik, még mindig gonosz veled, akkor ne hálj vele, ne feküdj vele. Ha még mindig kötekedik vele, akkor vernek. Akkor vernek. És ez Szent Korán, ez mindig a Szent Korán, az a Koránban van, a Koránban. És ez a 20. század és a 21. században akarnak idehozni Európába. Ez a tanítás akarnak idehozni Európába. És most áttérünk az aludás lényegére. Az iszlám fogalmak és törődések. Első kérdés, amit fogok válaszolni, kérdezem magamtól,
és válaszolok magamnak. Miért veszélyes az iszlám? És szeretnénk, ha valaki tud segíteni ebben, a tisztelt hallgatóktól, ha van elképzelése, van válasz erre a kérdésre, szívesen hallgatom. De először mondom, mit gondolok. Okay? Miért veszélyes az iszlám? A kérdés maga van észszerű, és szimple, és világos. De a válasz nagyon bonyolul és szertárgató. És sok mindenből tevődik az. Vajon miért? Két ok miatt. Az első, először is az iszlám értékrendje ellenmondanak az iszlám, a keresztény értékrendjének. Teljes mértékben ellenmondanak. Ezért nagyon veszélyes az iszlám. Homlunk egyenes ellentétben a keresztény értékrendben, amely építette ezt a kontinensen, Európa, építette az a civilizációt, építette ez a morális rendet, amit kereszténységnek nevezünk. A második dolog, miért veszélyes az iszlám? A második dolog ebben véleményem szerint, hogy az iszlámnak van elemi és primitív ereje van. Elemi és primitív ereje van. És ez a primitív erő érzem legalább Európában, hogy felül kerekedik a kereszténység erején. A kereszténység utolsó 300 éve ennyire meggyengült, hogy nagyon könnyedén olyan primitív vallásnak, mint az iszlám, felül kereked. Vajon miért? És itt áttérünk, mi a legfontosabb az iszlámnak, mi a legfontosabb fogalma. Mi a legfontosabb fogalma az iszlámnak, és próbáljunk röviden taglalni ezeket a fogalmakat, és nézni mögött a kicsit. Ezért sokszor látszólag, amit mond az iszlám, logikus, és szívra szól, de ez csak látszólag. Na, mi a legfontosabb fogalma az iszlám? Első fogalom az igazságosság. Az iszlám mindig beszél az igazságosságról. Ahogy mondtam, axiomákban szembehelyezkedik a kereszténységgel, a kereszténység mond elég fontosabb, elég magasabb értéke szeretet és a megbocsájtás. Az iszlám mond nekem nem, barba. Fontosabb az igazságosság. Ami látszólag erős érvelés. Nagyon erős érvelés. Ezért az igazságosság magasabb érték valóban, mint a szeretet és mint a megbocsájtás. De csak látszóval. És mondom nektek valami olyan érdekes. Szente Ágoston, aki tanulmányozta az iszlámot, és tudta valami az iszlámról, valami okosat mondta arról. Mondta, hogy igaz, hogy az igazságosság, mint érték, magasabb rangú, mint a szeretet és a megbocsájtás, de ennek a értéknek valóságos tartalma nulla. Az igazságosság nem létezett. Nem létezik, nem fog létezni. Nézz a magad körül. És jön rá Pascal,
tette hozzá, ami nagyon érdekes, hogy mondta, hogy maga az élet, maga igazsága van. E természet vak és igazsága. Vagyis, ahogy Szente Augustin mondja, ez a érték, ami valóságos tartalma nulla, az igazságos, vele szemben e érték, ami a kereszténység érdekli, a szeretet és a nagytocsága. Mondja Szente Augustin, szeretni lehet, megbocsájtani lehet, de igazságos lenni, elég ha. És én ezzel egyetértek. Látják, hogy mi látszóval, hogy ez érték. Az iszlám itt felül kerekedik a keresztül, az látszóval. Ha nézünk nyugodtan, látszóval. De ez a példa, Szent Augustin és Maszkán néztek, és ez így, a sajnos ez ritka. És ez arról fogok beszélni, hogy a keresztény egyház, kivétel nélkül a protestant és a katolik egyházak mennyire felelősek arról a helyzetről, ami alakul Európában, hogy az iszlám sikeres, terjeszkedik a muzulmánok. Hát Európa 20 év belül. Mondom önöknek, ha így fog folytatni Európa 20 év belül muzulmán kontinens lesz. Mondom nektek valamit. 1970 a muzulmánok száma, az emigráns, akik jöttek, akik születtek itt Európában, mint mondjuk Bosznia-Herzegovinában és Albániában, ezek a muzulmánok? Nem, az immigráns. 1970-ben az immigráns muzulmán 300 ezer volt Európában. 300 ezer összesen. Oké? 2015, 5 évvel ezelőtt, a muzulmánok száma Európában 70 millió muzulmán. 70 millió. 50 év, kevesebb, mint 50 év, 45 éve. 300 ezer, 70 millió. A számok rúgkodnak, egyik forrás mondta, hogy 50 millió, a második forrás mondta, hogy 60 millió, a harmadik forrás mondja, hogy 40, de megbízható források, amerikai tanulmányok, és én néztem utána, 70 millió. Európa lakossága jelenleg 450 millió. Ez jelent Európa lakossága 15,5%. És ha úgy fűtetődik, akkor nektek annyi, úgy. Szlend módon mondom, akkor nektek annak, akkor 20 év belül Európa muzulmán kontinens lesz. Mi ez, ami folyik most, ezzel fogok folytatni. Térek vissza a fogalmakra. Az első az igazságosság. Az első fogalom, amit az iszlám hozta is erősen kapaszkodott belőle. A második, Allah szavai terjesztése. Fog mondani valaki, de orán. A kereszténység is mondta, tűzte az oszlajára, hogy úgy terjeszti a kereszténység. Milyen mondom? Nem. Ez más. Itt a hódítás és a zsihád keresztül. Zsihád az arab szó, az jelent szent háború. Zsihád. Ez keresztül. És ez új motívum. A kereszténység nem folytatta háborúkat, hogy terjeszte magát,
a misszionáriusok keresztül Mohammad maga 10 év belül vette részt 82 csatában. 82 csatában 10 éven belül. Ez sok, ez nagyon sok. A hódítás, a harc, zsihad, ez iszlám terjesztése jó terjesztés, de borobály, tehát a vallás lényege, hogy érvelés keresztül, érvel, nem oly meg, ez a második fogalom, ami az iszlám hozta a nyakunkba. A harmadik, és ez rendkívül veszélyes, az iszlám fölönye a többfullások fölött. Mindig mi a muzulmánok gondolom, hogy az iszlám a legjobb, és fölönye von a kereszténység, az a három monoteista vallás, ami közé-kelet jött létre, a zsidó vallás, a keresztény vallás és az iszlám. Mondom Mohammed mindig, hogy ő használta ezt a kifejezést, Khatimil Anbiya, ez jelent ő a vallások lazárás, ő a csúcs. Használta ezt a kifejezést mindig. Ana Khatimil Anbiya, én vagyok a vallások lazárás. A lényeg nálunk mi a muzulmán, bocsássatok még a szóért, lenézünk a keresztényeket, lenézünk a zsidókat, ezek Isten tévelygók, rossz útban járnak, stb. És ez Mohammednek és a Koránnak köszönhető, és hozom nektek idézetek abból, mit mondott Mohammed, és mit mond a muzulmán Biblia arról. كنتم خير أمة أخرجت للناس من اتخذ غير الإسلام دينا فلن يقبل له أتي فوقات ماش والله من توز إسلام إشتن من فوق فوقات من قول كنتم خير أمة أخرجت للناس أزيلا تي أليجيو نمزت شيء إش والله شطب توز إسلام أليجيو والله شطب إش أسنتكم ببنكم A negyedik motívum, illetve a negyedik fogalom, ami nagyon fontos az iszlámban, Isten szava nem elég hirdetni, nem elég önmagában, hogy nem kell folyamodni, kell nyúlni más eszközökhoz, más eszközhoz. És az a kard, vagy az álószak. Ami nagyon érdekes, hiszen ez ellenmond a vallás fogalmának, hiszen a vallás az lelki ismeret kérdés. Hát te nem kényszeríthet engem, hogy muzulmán legyek, hogy keresztény legyek, hogy zsidó legyek. De nem fogom kényszeríteni. Ha nem lesz muzulmán, három választása van. Három választás, amikor hódítanak, hát egész Európa, egész közél-keleten keresztény volt. A 7. században és a 8. és a 9. században hódítottak Észak-Afrikát. És amikor bementek egy országba, akkor három választások volt. Nincs negyed. Áttérsz az iszlámra, vagy megholsz, vagy fizetsz adó, úgy nevezünk zsizje, ez a fej adó. Egyiptomban például ott voltak a koptok, ez a ősi keresztények, és szegények voltak, és szegények. És áttörtek az iszlámra, nem meggyőződésből, hanem hát nem tehet meg. Nem akar megholni, nincs mit fizetni adó. Szegény, a jó, muzulmán, ami muzulmán vagyok. És áttértek az iszlámra. Na.
Az utolsó fogalom, amit hozta a jó iszlámot nekünk, a nők alacsonyabb rangosság. Ez nagyon érdekes téma, ez külön előadást kell tartanom ahol. Mohamed van neki nagyon érdekes, nagyon csodálatos, igen csodálatos. Van neki csodálatos, az iszlámban mondtam most Andrásnak, az iszlám három pillérből áll, ugye iszlám sharia, az iszlám törvény három pillérből áll, a Korán, okay? Hadisz és a fetva, amit mond a muzulmán teológus, ami lett belőle a sharia. És Muhammed érdekes módon mond egyik híres, és a hadisz, amit mondta Muhammed, ez egyik rész ennek a sharia-nak, amit mondta Muhammed, és sokat mondott, és mindig lejegyeztek, mit mond. És egyik hadiszben mond, a nisa unakasatun aqlun wadin. Ez jelent, a nők hiányan szenvednek az észből és a hitből. És hát a poligámia az iszlámban, ez is nagyon érdekes. A férfi, minden férfi nálunk, minden muzulmán férfi, neki joga párhuzamosan felvenni névnő feleségül. Párhuzamosan, hogy lehet neki négy feleség. Párhuzamosan együtt. A törvény nem büntet. A nők nem. A nők nem szabad. Csak egy. A nők, ha nem mondja, hogy összeházasodik, ha lefeküd, két férfivel párhuzamosan megvannak. Ezek a fogalmak, a legfontosabb fogalmak az iszlámban. Ezért nagyon veszélyes. És szeretnék mondani nektek valamit, amit mindenki fog meglepődni, de ez nem baj, ezért gondolom, hogy ez új fogtak hallani. Én véleményem szerint, és vállalom a felelősséget, hogy az iszlám nem vallás. Az iszlám nem vallás. És aki mondja nektek ezt, 50 éve tanulmányozta az iszlámot, járt a félvilágot, kódexeket nézett, anyag nyilván az arab nyelv, nem mint a orientalisták Magyarországon vagy Európában, ezért állítom magamról, hogy én kicsit hitelesebb, mint ezek. Én mondom nektek, az iszlám nem vallás. Ez világi egy dolog. Világi. Miért Rasul Muhammad mondja ezt? Hogy nem vallás. Ez az ember bolond, hát itt van 57 ország. 57 ország, ami a hivatalos vallása az iszlám. És a lakosság 90% muzulmán. Itt van 1.800.000.000 ember muzulmán. És jönne valaki itt Dunaúj városban, leül itt a templomba, és mondja nekünk, hogy az iszlám ez nem vallás. Igen, nem vallás. Miért? Milyen vallás arányom is olyan? Milyen vallás? Mondjunk úgy röviden, észszerű módon. Milyen vallás?
A vallás olyan hitrendszer, ami többek között, természetesen sok-sok-sok többek között, szokott ismétlődni benne bizonyos motivumok, bizonyos fogalmak, ami túlvilági fogalmak, hogy a világi fogalmak. Mi ezek a fogalmak ebben a hitrendszerben, ami belőle lehet tudni, hogy ez vallás. Ha nincs benne, akkor nincs vallás. Akkor nem vallás, bocsánat. Nem vallás. Az a három motívum a következő. A kegyelem, a szeretet és megértés. A kegyelem, a szeretet és megértés. És a szeretet mellett természetesen a tolerancia. Ha teszünk vére a szeretet, akkor a kegyelem, a megértés, a tolerancia, a szeretet, ez köt. Na most, ha nézzünk az iszlámot, ez a három motívum nem létezik benne. Lehet, hogy elméletileg talán a kegyelem szó, a rahma, mindig kezdődik a Korán, Bismillahirrahmanirrahim. Isten nevében elég kegyelmesebb és elég irgalmasabb. Korán, minden vers úgy kezdődik. Bismillahirrahmanirrahim. Isten nevében elég kegyelmesebb. De ez nem elég. Az attitude-ról van szó, a cselekedetről van szó, a tettekről van szó. Mit csinál az iszlám? Hogyan viselkedik? És ez emberekre is érvényes, hogy valaki mondja neked valamit, mond nekem, ez nem fontos. A fontos, hogy az ember mit tesz, mit csinál. Hogy mit beszél, ez egy dolog. De mit csinál, az az igazi. Igaz? Na, és mondom nekem. Elméletileg is, ezek a motivumok elméletileg nem léteznek az iszlámban. Az a szó mahabba, ez a szeretet, tudjátok elképzelni, hogy nem hangzott egyszer sem a Koránban, nincs az a szó a Koránban, miközben a kereszténységben mindenkit mondott szeres fel a barátom, mint magadat, szeres az ellenséget, szeres. Nagyon fontos motivum a kereszténységben. Az iszlámban az a szó mahabba nem hangzott észszer sem. És ha valaki a muzulmán teológusok között ebben vitatkozik, tessék jönni. A Koránban egy vers, egy szakasz, ami benne az a szó, mahabba. Egyik lán banaszkodott nekem, hogy vitatkozott egyik sejfével, és mondta neki, ez nem igaz, amit Dr. Rashwan mond, hogy a mahabba nem létezik az iszlámban, 14-szer írva a Koránban. Na, és a lányi mondta nekem, melyik idézeteket hozott neki, írva. Hanyadik vers, hanyadik szakasz. És kiderül a következő, hogy olyan szakaszatokat mondunk neki, ami benne az a szó, hogy hobb. Hobb ez jelen szeretet. De ez kifejezés része, mondja neked, hobbil már. Például, ez jelent a anyagi szeretetet, vagy hobbi nisze, a nők, hogy
hogy vágyad a nő után. Ez nem jelenti szeretet, ez jelenti vágy. Vágy, hogy vágyol a anyagiakra, szeretel a anyagiakat, ez nem szeretet. Mahabbe, az a szó mahabbe, nem létezik a Koránban. Vagyis ez a teológus, muzulmán teológus, aki magyar származású, sajt, és az a sajt. Na, ezért mondom nektek, az iszlám nem vallás. Oké? Okay? És vállalom a felelősséget. Na, a muzulmánok, ha beszélünk az iszlám értékeiről, akkor nagyon érdekes jelenség állunk szemben. Hogy a muzulmánok, akik jönnek Európába hirdetni az iszlámot, és tapasztaltam, hogy minden fiú, arab fiú, vagy muzulmán fiú, amikor összeházasodik magyar lánya, vagy keresztény lánya, mindegy, a Londonban ez is tapasztaltam, első dolog, hogy akar áttéríteni az iszlámba. Első dolog. És akar tenni rajta ezt a csatát. Ez az iszlám uniform. És mivel a lány buta és szereti a fiú, belemegy, és átkerül az iszlám. Miközben ez... Egyszer mondtam, egy lány neki, ki felvette ezt a uniformot, beszéltem vele, és haragottak rám természetesen, és veszekedtek velem, és fenyegettek el. Mondtam neki, de ez a uniform, ez nem érik rá. Nem a teológia érveléseivel, mondjunk a világ érveléseivel, nem illik rá. Látszik, hogy nem te kultúrád ez a uniform, az a sátrat. Nem, látszik, hogy nem tud menni benne szegény. Látszik, hogy valami idegen, más kultúrából, más világból. De mivel a lány szereti a fiú, és mondja neki, ez a jó teszi. Na, a lényeg, hogy miközben a muzulmán elmenekülnek, figyeljetek, elmenekülnek az iszlám értékeitől, át akarnak telepíteni ide ezeket az értékeket. Ha ennyire jó nekik az iszlám, miért nem mennek vissza? Ha! Miért nem mennek vissza? Ha ennyire jó nekik az iszlám? Választ kérek. Az erőszakosság, az nagyon fontos fogalom az iszlám. Nem mondanak így kerek, mert ez a rosszakosság. Ha nem, ha figyelünk az iszlám, ahogy említettem, nem ismeri a misszionárius fogalmat. Ha nézel a térképet, hogyan terjeszkedett az iszlám, hogyan foglalta Egyiptomot, Tunéziát, egész Észak-Afrika, Líbiát, Morókot, stb. Hogyan foglalta Andalusiát és Spanyolországban, a déli részt, hódítás, karta. Nimis, az erőszak, ez fontos motivum. Mondd neked, ha valaki nem hajlandó áttérni az iszlámra, ez megérdemel, hogy kényszeríts erre. Hiszen buta. Nem tudja, hogy mennyire csodálatos az iszlám. Nem tudja, hogy Mohammed utolsó profita, és az iszlám utolsó vallás, stb. Az erőszakosság. És ahogy említettem, Mohammed 10 év belül mutasson nekem profita,
akármilyen vallás van. Eki maga személyesen vezette 10 éven belül 82 csapat, és megölte embereket, saját kezével megölte embereket. Mutasd meg, ki? Ki tette ezt Muhammeden kívül? És akkor a mennyiségben nem ismerem más. A béketlenség az nagyon fontos fogalom az iszlámban. Békétlen. És mi a muzulmán? Én figyeltem magam keresztül is, pedig állítom magamról, hogy mennyit tudok, és milyen liberális vagyok, stb. Nem. Figyeltem magam keresztül, ez a békétlenség. Például, hogy mondom önöknek egy történelmi példa, ami nem lehet tagadni, hiszen ez történelmi, tehát történt. Mohammed, amikor győzelmeskedett, és átment Medinába, és kezdett az emberek ezreibe csatlakozni hozzá, hiszen hadjáratot vezetett, és gyakmányok, és adta gyakmányokat ennek az embereknek, hogy jó muzulmán lenni, jó muzulmán lenni. Úton álló, ez nagyon jó lenni, hiszen hasznos dolog. Muhammed csinálta egyezmény, agreement, a Quraysh törzsével, akik elleneztek az iszlámot, csináltak békeszerződést, úgynevezünk Szolhat Hudaybiya, ez jelent a Hudaybiya szerződés. És ebben a szerződésben, hogy 10 éve tablatában nem lesz harc, nem lesz konfliktus a két tablakozó. Meddig tartott ezt a csodálatos szerződést, ami 10 év érte alá Muhammad? 2 hónap. És 2 hónap után ott Mekke és Medina között állt ó és 300 ember katonai, és támadtak egy karavant, és megöltek több tucat kereskedőt, és természetesen zsákmányoltak a karaván tartalmát. Kérdezel, hogy mi? Miért itt van, mi ez a békétlenség? Mi ez? Itt van szerződésén általában, 10 év, 2 hónap után megszeg. Mondd neked, ezért ezek az a kuffa, ez jelent Isten tagok. És nem lesz béke soha velük. És fognak szegni ezt a szerződést előbb vagy utóbb. Én kezdem. Ami elég érdekes érvelés. A más fogalom, vagy a más szörnyű dolog, ami hozta az iszlám a nyakunkban, az egydimenziós ember. Egydimenziós ember. A kereszténységben legalább a reform után mondja neked is, te keresztény vagy, én muzulmán, zsidó, ez nem baj, belefér, is, belefér, ez nem baj. A hit az lelkiismeret kérdés, ez nem baj. A lényeg, hogy te cselekedetben milyen ember vagy, cselekedetben, hogy muzulmán vagy zsidó, ez egyáltalán nem kérdés. Az iszlámban mondja neked, vagy, muzulmán vagy Isten tagad. A keresztények, a muzulmánok számára Isten tagad, hitetlenek.
zsidók, a buddhisták, a más vallású emberek ezek. Egydimenziós ember. Hogy csak az iszlám. Ezért nálunk az iszlámban, hogy ha akarsz muzulmán lenni, kell mondani, úgy nevezünk seher, a tanúskodás. Mi a tanúskodás? Hogy mondasz nyilvánosság előtt, eshhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ez jelen, tanúskodom, hogy nincs Isten kivéve Allah, és Muhammad az ő proféta. Oké? Csak Muhammad. Mondasz neki, de ott vannak más proféták voltak előtted, és jönnek utána nekem, nem. Utána nem jönni más. És előttem az alacsonyabb rang. Csak ez én. Ez egy dimenziós nézet, ez rettenetes. És megfigyeltem, hogy a adlag muzulmán mentalitásában olyan. Nem képes látni az alternatívákat. Nem képes látni a másikat. Mit érve, mit mond. A második, hogy a fogalmak között nálunk a fejlődés ellensége, a fejlődés ellen. Az iszlám mindig a fejlődés ellen érve. Minden, ami új, az iszlám tagad, és próbál megsemmisíteni. Muhammad neki nagyon híres beszéd, és a muzulmánok mindig erre támaszkodnak, amikor támadnak valami új, vagy nem hajlandóak átvenni. És ezért nézem az arab világot, hol van. Nézel a muzulmán országot. Mutasson nekem, sikeres muzulmán ország gazdaságilag, vagy katonailag, vagy kulturálisan. A legtöbb muzulmán ország a harmadik világhoz tartozik. Na, Muhammad neki nagyon híres beszéd, ami az a alap ennek a fogalomnak. Mondja, és fogok mondani arabul, és fogok fordítani tökörfordítás. Mondta, kullu jadidin bid'a, wa kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Ez jelent, minden új kaprázat, minden kaprázat tévejgés, és minden tévejgés a bokkolban van. Ergo, ha használunk arisztotelis logikáját, akkor minden új a bokkolban van. Igaz? Ez a fejlődés ellenség. Hát kérem, amikor keletkezett a Korán, akkor az arab nyelv grammatikailag nem volt alapít. És Muhammad Hulalaten 200 éve Szibaui nevezető grammatikai tudós alapította az arab nyelvű grammatikát. Na, a Koránban grammatikailag vannak hibák. Na, amikor a tudósok és a teológus próbáltak javítani ezeket, ami nem helyes nyelvileg, csak ennyi, hogy a nyelv javítani ellenállt a hullás, nem ez az balaszfémia, ez Isten szava, nem szabad nyúlni hozzá, ez Isten szava, az Allah szava. Ez a fejlődés ellenes mentalitás. A szabadság megnyerbálása, ez nagyon érdekes a fogalom az iszlámban, de nem mondanak ez a szabadság megnyerbálása, de megmondom önöknek, ez mit jelent. És nálunk kézzel fogható ez, hogy az ember nem szabad. Hogy ha valaki muzulmán, nincs ez, hogy a vallás szabadság. Hogy önök, mint emberek, vagy én, mint ember, nekem joga
választani saját vallása, hogy nekem joga áttérni más vallásra. Nem! Az iszlámban, uraim és hölgyeim is figyeljetek, jól, az iszlámban, ha valaki muzulmán és áttér más vallásra, ez meg kell ölni. És nevezünk az iszlámban murtedet. A shariában, az iszlám törvényében murted. Ez jelent Isten tagadó. És szabad megölni. Hogy szabad gyilkolni valakit, ezért lelki ismerete szerint cselekedett. Nem tetszik nekem az iszlám, és látom, hogy a kereszténység jó, és áttérek a kereszténységre. Ez én dolgom. Nem te dolgod. Nem te dolgod. Te kafir vagy. Akkor kafir vagy, Isten tagadó. Keresztények. Egyébként a Koránban a keresztények és a zsidók, tudjátok, mit mondanak róluk egyik versében? Qirada wa khanazir. Disznók és majmok. Így. Szentekon, kérlek, tisztelettel. Qirada wa khanazir, disznók és majmok. Szeretnék most jön a legfontosabb, és ami véleményem szerint a legfájdalmasabb, és remélem, hogy fogunk vitatkozni arról, hogy mi a legfontosabb dogmák a kereszténységben, és az iszlám, és az iszlám tanulósok hogyan sikeresen, és mit nem, sikeresen támadnak a kereszténységet, és támadnak ezeket a dogmákat, és ezzel tudtak nyerni teret Európában. A fiatal keresztény, amikor olvas, mit írta el-Ghazali, arról vagy arról, nagyon meggyőző, nagyon logikus, és most fogunk látni, ez mit jelent pontosan, és szeretnék mindenkitől, hogy válaszol nekem, és segít rajtam, ha valamiben tévedek. Na, elég fontosabb dogmák a kereszténységben mindenki tudja. Ami nagyon nehezebb dogma, mint Jézus természete. Jézus milyen volt? Ember? Isten? Isten fia? A keresztény ember mondja nekem minden három. Minden három. Együtt. Mondd nekem, hol kezdődik Isten, hol kezdődik az ember, mondd nekem. Ezért ez filozófiai kérdés, és kell, hogy a keresztény egyházak foglalkozzon. Nézzünk, mit mondta az iszlám, az muzulmán teológusok arról, hogy olyan dogma, mint Jézus természete, olyan dogma, mint a megváltás, Isten megváltotta a világot ezzel, hogy áltotta egyetlen fiát, mi értünk. Ez hogyan lehet? Mit mondtak a muzulmán teológusok arról? Mit érveltek? Hogyan támadtak a kereszténységet? És mit lenne még egyszer? Hangsúlyozom, sikeresen. És ezzel szemben a keresztény egyházak, keresztény teológusok nem válaszolnak. És az eredmény, hogy a fiatal keresztény, aki olvassa ezeket, logikusnak, meggyőzőnek tulajja, és áttér az iszlám. Azt tapasztaltam Londonban személyesen, és vitatkoztam velük, Stuart mondta nekem, Tunár úr, ez is ez. Na, a megváltás.
Jézus feltámadására. Ez misztériumok, ezek nagyon mély filozófiai kérdések, amikkel válaszol. Nézzünk a muzulmán teológusok mit mondtak. És hogyan támadtak, és ismétlen, és ismétlen, és ismétlen. Sikeresen a kereszténységet, és közben mi alszunk. Illetve a keresztényeket alszol. Maga így a keresztények alszolnak. Jó, nézzük. Például elvezet. Az muzulmán teológus élt a 11. század második felében. Nagyon híres teológus, ennek a Muhammad el-Ghazali. Ez az ember megkérdőjelezi a feltámadás misztériumának dogmája. Kérdőjelezi. Mit mond a Muhammad el-Ghazali? Nézzetek, milyen logikus az érvelés. Milyen logikus és milyen meggyőző az érvelés. És nincs a válasz a keresztények. Mondd el, Muhammad el-Ghazali, a feltámadás, ez legenda. Használt azt a szót, legenda, osztóra, legenda. És mit mond? Mondd el, a feltámadás, ez így, ahogy a keresztény teóriában, és a keresztény történetben, ez így nem történt. Ez hamis. Mond, hogy mit mondanak a keresztények, hogyan történt a feltámadás Jézusnak? Hogy Jézus felfeszítették, és temették a barlangban, a sírban, és a harmadik nap Mária Magdolna, egyik történetben Mária Magdolna ment valahogy kenni Jézus testét, olajjal, akkor találta, hogy a barlang, ahol temették a nyílása, a sziklámi, ami ott megvon távolítva, és nézett a sírban, és Jézus nem volt, a teste nem volt. Egyik történetekben mondtak, hogy többen voltak, nem csak Mária. Mindegy. A lényeg a Muhammad el-Ghazali mit mond? Mond, de ez nagyon, nagyon nem logikus, és nagyon, nagyon nem is stimmel ez a dolog. Először, hogy Mária Magdolna, aki mindenki tudja, hogy prostituált volt, labil személyiség volt, ő, aki felfedezi ezt a misztériumot, vagy ezt a dolgot felfedezi, hogy tulajdon, hogy Jézus teste nincsen. Egy. Kettő, mondta Ghazali, mi a feltámadás filozófiája, vagy értelme, vagy cél, hogy bizonyosságot adna embereknek, a keresztényeknek, és aki nem keresztényeknek, Jézusról, Jézus miben létőről, a kereszténység valóságáról, stb. Ha ez egy cél, akkor nem logikus, hogy a feltámadás történik a keresztapán mindenki előtt. Miért történt egy titokban? Ott a barlang. Mária Magdolna, ja, utána mentett természetesen a apostolok, és a apostolok mondták, hogy látták, szólt hozzájuk, stb. Mindenki ismeri a történetet. De Ghazali mondta, de mi? Ha ez a célja, hogy tényleg bizonyosságot adni a keresztényeknek, miért titokban történt a barlangban, és egy hölgy, mint Mária Magdolna, olyan, amilyen, ő felfedezi ez, és ő hirdeti, és még ezzel érveli Ghazali. Ami logikus érvelés, hogy ő tényleg miért itt tudban történt, nem jobb lett volna, ha Isten a keresztfán
ez egy csoda, ez a misztériumot teljesítette mindenki előtt, akkor nincs vita, nincs mese. De így titokban mondja Al-Ghazali, nem Rasul Muhammad mondó, nem Al-Ghazali. Belga. És a keresztény teológia, keresztény egyház, mindegy katolikus, protestán, ados maradt a választás. És képzeljetek el, amikor keresztény gyerek Londonban például olvassa a Ghazalit, logikus, és a kérdés nincs, nem kapott választ. Csak a Ghazalit volt, és a többi is, nem csak ez. Na, a más példa, például is Sáf, ez is híres muzulmán teológus, mikor élt ez az ember, a 9. század, a 8. század végén, a 9. század elején, és Sáf. És Sáf egy zseniális mód, és mit lám, sajnos kell mondanunk, így őszintén, zseniális módon, sajnos. Megkérdőjelezi a megváltás, hogy Isten megváltotta a világot. Ez fontos dolgok a kereszténységben. Mondd, és Sáfej, ez blaszfémia. Így. Az kár, Isten kárulás. Ez Isten kárulás. Kérdezünk, és Sáfej, miért édesapa? Miért ez a blaszfémia? Miért ez Isten kárulás? Nézzetek, mit mond. Mondd, hát mindenható Isten, ez a totális erő, ami mindenre képes. Miért e két ó teremtette a világot, olyan emilyen, de ó teremtette a világot? Miért kellett neki folyamodni erre? A mennyvertségre, erre, a folyamatra, hogy feláldozza egyetlen fiat, és olyan módon, olyan bestiális, olyan fájdalmas módon, hogy megváltsa a világot. Isten nem volt képes más módon megváltani a világot, csak ezzel. Mindenható Isten. Miért kell neki folyamodni? És ez, és mondd is, hogy az áldozat motivuma, ez bogány motivum, aki átvette a kereszténységet, hogy mi áldoztunk, a bogányok áldoztak egy állatot, vagy egy ember, hogy megvigasztalnak az isteneket, nyernek a elégedettségüket ezzel, hogy áldoznak egy ember, hogy áldoznak valami váltás, hogy adom valami, hogy váltom magamat. Ez ugyanaz a motivum, hogy Isten akar megváltani a világot ezzel, hogy áldozza egyetlen fiat. A barát, a szerint, a büntetlen, a csodálatos ember, mondd a sebb. Érvelése megint kényes. A harmadik példa muzulmán teológusok között Ahmad ibn Hanbal. Ez is nagyon érdekes. Ahmad ibn Hanbal az a 9. század első felében él. És ez az ember száfolja, hogy Jézus előre tudta, Jézus a barán, előre tudta halálláról, és elfogadta ezt, és elégedetten ment ebben az egész folyamatban, hiszen előre
tudta, hogy ő lesz áldozat, ő fog menteni a világot, és nincs más, kell áldozni magunkat. Ahmed ibn Hanbal száfolja ezt, mondta neked nem, ez nem igaz. Kérdezünk, mi a bizonyítéka? Erre mondja maga Jézus. Mindenki tudja, hogy Jézus a keresztül van, mit mondott, utolsó mondatot, mindenki tudja. Istenem, Istenem, miért hagytad el engem? És mondd Ahmed ibn Hanbal, az a rabasz, mondd, ez a kiáltás, Istenem, Istenem, miért hagytad el engem? Ez nem olyan embertől, aki tudta előre, hogy olyan szörnyű módon, olyan kínzás közepette fog megölni. Ez a kétbeesés, a kétségbeesés kiáltása, ez a csalódás kiáltása, ez a segítség kérés kiáltása, mondja Ahmed ibn Hanbal. A muzulmán teológus. És a keresztény egyház emberei, a keresztény teológusok nem válaszoltak erre. És jön egy keresztény gyerek, aki akar tudni, nem tudatlan, nem milyen, ellenkezőleg. Nézi ezeket, és látja, hogy ez logikus, ez érvelés, ez nem hülyeség. És áttérnek az iszlámra. Utolsó év, amikor voltam Londonban, 2300 keresztényi fehér gyerek áttért az iszlámra, diákok, és vannak közöttük középkorúak. Miközben én mondom, szoktam mondani, ha valaki keresztényi áttér az iszlámra, akkor rögtön tudom, hogy buta vagy tudatlan. Harmadik nincsen. De jönnek tömegesen, ezért olvasnak ezeket, és nincs a válasz, nincs a keresztény a válasz. Hivatalos legalább borobáljon adni választ én személyesen, de hát kevés vagyok. Mi vagyunk, itt kevesek vagyunk, kevesek, nagyon kevesek, ezért kell összefognunk, azt mondom Józsinek, azt mondom Robinak, kell összefogni. És hálás vagyok, Robi, szeretnék méltatni. Tudom, etikét szabályai szerint nem elegáns dolog, hogy dicsérni valaki jelenlétében. De tényleg, ha minden polgármester, mint Várai Robert, biztos vagyok benne, hogy az ország meskében néz ki, mint most. Ha minden ember, olyan ember, mint Várai Robert, vagy mint Józsi, de nem csak ember, nem csak nagyon tisztességes polgármester, hanem mint kultúrember, mint értelmiség. Én ritkán látom polgármester, van szellemi képességei, mint a Rob. Ez az erkölcsi kötelességem kell mondani arról az emberről, aki itt lerül. És bocsássatok, még tudom, hogy nem illik dicsérni valakit jelenlétében, de ez morális kötelesség. Józsi is. Józsi, aki néztem neki egy-két előadás, miközben más teljesen, más a tevékenysége, de szellemi tartaléka és a képességei túl szárnyalja sok embert. Kevés ember, hogy András, különleges, teljesen különleges, és mindenki tudja, hogy igazat mondom. Na, térve a tárgyra, bocsássatok meg, ez kis eltérés, bocsássatok meg. Na, Ahmed ibn Hanbal még egyszer, ez a ravasz róka,
fogja egy keresztény dogmát, ez száfolja. Például ez a keresztény fontos dogmát, amit mindenki tudja, minden keresztény tudja, hogy Isten megtestesült Jézusban. Jézus maga az Isten. Jézus ember volt, Isten volt, volt benne a Szentlélek. Az minden ez az Jézus. Ahmed Nahar úr, neked ez badarság, bocsássak, ez badarság. Mondom neki, miért? Nézzetek, de. De ha tisztességesek vagyunk, akkor mondjunk, érvelésen nagyon. Nagyon erős, nagyon logikus, nagyon meggyőző. Nézzük, mit mondja az én. Mondd, ez is blasfém. Ez miért? Hogy Isten megtestesül. Hiszen az Isten fogalma, ez, amit mondjátok ti keresztények, ez ellenmond az Isten fogalmának. Miért, Uram? Mondd neked az Isten fogalma, hogy ó, korlatlan, felfoghatatlan, határozatlan, nem lehet elhatározni az Isten. És jössz nekem, és mondd azt nekem, hogy Isten megtestesül egy emberi testben. Ez nem ellenmond ennek az Isten természetének, hogy korlatlan, felfoghatatlan, határtalan, hogyan lehet-e? Ez nem blaszfémia? Mondja Ahmed ibn Hanbal. Egyébként nem a válaszom erre. Filozófiai kérdés, de ez a bajom az egyházakkal és a keresztényi teológusokkal, ahogy mondtam, számtalan szól, hogy nem válaszol meg. Nem válaszol. Mi a titka az iszlám sikerének? Ezt szeretnék arról beszélni néhány mondatot. Mi a titka? És miért a kereszténység ebben a vércseni futásban miért oszinton szólva szenved feleséget? Miért? Ez amit szeretnék mondani. És biztos rájöttem. Először az iszlám nagyon praktikus volt. Szemben. Adom önöknek egy példát. A kereszténységben, és ez egyház bűne, és nem tudom, mi a véleményetek arról, hogy ha nézel a Bibliában, Jézus, mint ember, vonásai elhalva múltak. Kiiktatta például Jézus családja, elsősorban Jákob, aki egyébként Jákob 30 év Jézus halála után küszködött, hogy a kereszténység fennmaradjon. Jézus 37-ben öltek meg. Számításom szerint Jézus 4-ben született, 37-ben volt meg. És utána Jákob testvére átvette ennek a szektának, ez nem egyház volt, ez néhány ember volt. Néhány szerencsétlen ember, akik öldöztek, akik megöltek őket. 30 éve harcolt, hogy a kereszténység fennmaradjon. És 67-ben, 30 év Jézus halála után, Jákob ugyanaz pontosan felfeszítették, és ugyanaz megölték, mint Jézus. És Jákob szerepe a kereszténységben nagyon fontos szerepe. Hát, nézzetek!
a négy evangéliumot. Nézel az apokrif írásokat. Nagyon kevés szó esik. Jákobról, vagy Jézusról adjon, ez első. Hogy mit akart elsősorban természetesen a katolikusát csinálni, felemelni Jézus isteni vonásáit. És az emberi vonások rovására. És ez hiba. És ezzel az iszlám satatniet, miben Mohammed, képzeljetek el, mindig ezt a dolgot mindig fogta. Mondta, hogy Jézus mondjanak róla, hogy Isten fia, hogy a Szentléleknél született, édesanyja Szűz volt, a Szentléleknél fogant, és a halála után három nap feltámadott, innen, mondja Mohammed. Figyeljetek! Nagyon okos ember. Ha nekem nem, én ember vagyok. Születtem, fogok megholni, sírok, osszázasodtam, eszem, és ha fogok megholni, nincs, nem fogok látom, már fogok megholni. Ez vonzó, az atla keresztény embernek a vonzó, emberi vonások vannak. Emberi vonások vannak. Jézus nézünk, Jézus fél Isten, nem volt a szexuális, Isten nem volt a szexuális kapcsolatban, bűntelen, nem követte bűn, nem hazudott soha, nem mondta hamis beszédet soha. Isten. Ez az isteni vonások, az emberi vonás, az emberi vonások rovására kevés szót esik Jézusról, mint ember. Esik szó, de kevés. Mohammed mondta nekem, nem, és ez vonzó, az atlag ember számára vonzó. Mondd neked, én ember vagyok, összeházasodok, fogok meghalni, sírok. Nevetek. És vannak sok története, hogyan játszotta a gyerekekkel ezzel, hogy kézzel, négy kézlábbal ment, és Ibrahim egyik fia lovagolta ott, és ő nevetett, és ember. Ez vonzó. Az atlan keresztény gyerek számára ezek a emberi vonások vonzóak. És az iszlám ezzel visszaél. És Mohammed mindig arról beszél, hogy Jézus olyan volt, én ember vagyok. Halad. Keresztény egyházak, mi a válasza erre? Semmi. Nem veszik tudomásul. És közben keresztény gyerekek átternek az iszlámba. Ennyi. A lényeg, az iszlám terjesztése Európában, uraim és hölgyeim, három dologból áll, amit látható. Nem a szellemi rész fogok beszélni, hanem a reális rész. Először, ezért mondtam, hogy 20 év múlva Európa így megy tovább, és a keresztény egyházak, és a maguk a keresztények így viselkednek, akkor baj lesz. Első dolog, hogy az atlan muzulmán család 5-7 gyerek van. Az atlan keresztény család 1-2 gyerek van. A szaborozás. Kettő, második motívum, hogy nem elég, hogy ide televettek muzulmánok, mint én, hanem tömegesen jönnek új muzulmánok.
tömegesen, és beengednek. Mondom nekik, de ez más értékrendje van, ez más kultúrája van. Mondom neked, ez ember, kell segíteni ott, de segít ott, ahol él. Ha ide jön, ahogy mondtam, ahogy említettem, a muzulmán fiú első dolog csinálja, hogy kap letelepedési engedélyt, hogy összeházasodik magyar anyja. Akkor kap letelepedési engedélyt. És átérítja az iszlámra, hogy borobálja, hogy nekik ellenállnak, és vannak nekik akkor. Ez a mese, hogy a tömeges immigráció. A harmadik motívum, ha ez nem elég, hogy az iszlám egyre terjeszkedik az iszlám, a muzulmánok tömegesen szaborodnak. A harmadik, hogy vannak keresztények, akik áttérnek az iszlámra. És ebből a három elemből alakul ez a helyzet, ez a sajnálatos helyzet, hogy Európa muzulmán kontinens lesz, amit szeretnék elkerülni. Ami nagyon szomorú, hogy az orientalisták, akik keresztények, fehér keresztények, állítanak az iszlámról, hogy békés vallás. És össze lehet egyeztetni az európai kultúrával. Békés vallás? Igen, békés vallás, valóban. Enni szegények, hogy itt, ott, amott robbantanak, itt, ott, amott megolnak bár száz ember, de békés vallás, békés, nagyon békés. És ki mondta ezt? Keresztény. Fehér keresztény. A tolerancia jegyében természetesen. De hol van ez az alapelv, amit nevezünk a szociológiában, az azonos bánásmód elv. Tessék menni Egyiptomba, vagy Szaúd-Arábiába hirdetni az igét. Megölnek téged fönni a snab. De közben te itt nincs nekik Budapesten, ha valaki jár Budapesten, biztos közöttetek sokan járnak Budapestre. Hányi iszlám szintorom, hányi meccset építettek nekik. Hányi könyv, burubagantikus könyv az iszlámról megjelen. Tessék menni Szaúd-Arábia, vagy Pakisztánban, vagy Egyiptomban, vagy Morókóban hirdetni az igét. Vagy mondd el, akarok építeni egy templomot. Tessék! Fog tavasztalni személyesen, amit mondjuk. Szeretném ezzel befejezni, hogy a helyzet nem reménytelen. Uraim és hölgyeim, a helyzet nem reménytelen. Amíg vannak emberek, mint Robi, vagy mint Józsi, vagy mint András, akkor teljes bizalommal mondom, a helyzet nem reménytelen. Mit kell tenni? Mit kell tenni? Amit csinálunk most? A felvilágosítás, aladásokat, a média keresztül hirdetni. Ezeket a dolgokat, és a legfontosabb összefogni.
összefogni. Ez nagyon fontos. Mi kevesebb, úgyis kevesebb vagyunk. De sokszor, bocsássatok még a kifejezésért, nem figyelünk egymásra, és nem érdekel nekünk, nem érdekel, hogy a másik mit csinál, segítünk, összefogunk. Ez rendkívül fontos. És ezzel tudunk alakítani valami alapot, vagy frontot, amit vele tudunk ellenállni ennek a fekete járványnak. Ezért ez fekete járvány. Ez lesz egy veszélyebb, mint a COVID-19. Higgyetek el, amit mondom. Egyedül vagyok ebben a harcban. Muzulmán vagyok, és Londonban, Kairóban, Kairóban lőttek rá, és mivel hét, sértetlen maradtam, sem tudták lőni. Londonban fenyegettek, hogy megölnek, természetesen Beirutban. Egyedül vagyok, és a gond az, hogy amit én mondok, mint a muzulmán, ez hitelesen. Amikor mondtam Józsinak, most amikor keresztény kritizálja az iszlám, a keresztény utálja az iszlám. De ha muzulmán ezt mondja, akkor ez más. Hiszen én tudok jól arab nyelven. Olvastam ezeket a dokumentumokat, ezeket a könyveket eredetiben. Hát nincs magyar orientalista, aki tud mondani eredetiben ezt a verset, és fordít neked úgy. Nincs senki, aki olvasta például Mohammed minden 20 000 beszélve arab. Ezért, amikor beszélnek az orientalisták az iszlámról, olyan felszínesek és olyan szánalmasak, hogy megdöbbent. Ezért kérem a támogatást, a szellemi és a lelki támogatást. Ha van valaki van kérdése, hogy akar felvenni a kapcsolat velem, a most adom Józsinek a telefonszámomat, és tudja a telefonon, adom neki e-mailemet, interneten, de interneten nem tudom a címemet, szívesen, ha valaki van kérdése, vagy akar valamit tudni, szívesen e-mailben, vagy telefonon, vagy akármilyen módon. A lényeg, hogy összefogunk, ezért kevesebb vagyunk. És a helyzet nem bír halasztást. Isten bizony. A helyzet nem bír halasztást. Fenyegetnek engem mindig, hogy fognak megölni, és nem tudnak, hogy én ilyen hülye vagyok, szinte idióta, hogy nem félek ahol attól, nem félek ahol attól, miért? Önnek neked fognak megölni. Na, akkor mi van? Akkor mi van? Ha meghalok, akkor mi van? Semmi nem fog történni a világban. Semmi. És mindig, ahogy szoktam csinálni, szoktam mondani mindig, hogy minden ember. Mi az életem, hogy elenni vannak még, akkor fogok enni még 10 év, vagy 20 év, vagy 30 év. 30 nem, ez biztos, 20 sem. 10 év, és? De az is annyi.
És szoktam mondani az a Flaubert, Gustave Flaubert híres mondatát, szoktam ezzel befejezni. Szoktam mondani ezt a csodálatos mondat, amit olvastam, ha hisznek, ha nem, 40 évvel ezelőtt, amikor nagyon vicci voltam, és eredetében ezért tanultam a franciául, tanultam, nővéremmel. Ez, ha jól emlékszem, de nem tudok rá skodni, hogy a Madame Bovary, Flaubert regénye, híres regénye. Ezt a mondat, ezzel a mondattal szeretnék befejezni, és szeretnék köszönni a figyelmét. Flaubert mondta abban a regényében, Tosamba, Tobas, Le Corbli. Minden elmúlik. Ahogy a víz elfolyik, ahogy a szív feled. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük!